Ebben a videóban megbeszéljük a Solana ETF lehetőségét. Azért érdemes képbe kerülnöd, mert az év elején zöld utat kaptak a Bitcoin ETF-ek, most az Ether ETF is terítékre került, úgyhogy simán lehet, hogy valamikor a közeljövőben Solana ETF-ről is beszélhetünk. Ha végignézed, megtudhatod, mekkora realitása van ennek. Sziasztok, én György András vagyok, és közel 10 éve foglalkozom kriptopénzekkel. Több ezer órát tettem ebbe a területbe, és az első magyar nyelvű szakkönyv szerzője is vagyok. Nem vagyok tévedhetetlen, de mindent megteszek annak érdekében, hogy kellő hitelességgel és legfőképp kellő óvatossággal készítselek föl a befektetésre. De mielőtt belecsaphatnánk az LTF lehetőségébe, gyorsan tekintsük át, hogy miről is szól a Szolana. A Solana az éterhez és főleg a Bitcoinhoz képest sokkal gyorsabb tranzakciókat ígér, ráadásul a Proof of History konszenzus mechanizmusokkal még egy jelentős innovációt is bevezettek a piacra. Az elmúlt évek során a Solana ökoszisztémája nőttől nőtt, Nézzük meg azt is röviden, hogy milyen projektek dominálják. A Solana ökoszisztémában van minden gaming, NFT, DeFi és így tovább. A Solana a proof of history konszenzus mechanizmusával és az ebből eredő gyorsabb tranzakcióival már a kezdetektől tudatosan épít arra, hogy fejlesztőket gyűjtsön maga köré, akik dappokat és egyebeket fejleszthetnek az ökoszisztémában. A Solana az NFT terén is erős, ide tartoznak olyan sikeres kollekciók, mint például a Solana Monkey Business, a Degenerate Ape Academy, az Aurori és így tovább. De a Solana rendszerében nyilván decentralizált tőzsdéket is találunk, ilyen például a szérum vagy a Radium. De a gaming területén is próbálkoznak egyesek, jó példa erre a Star Atlas. És akkor most nézzük meg, mennyi realitása van annak, hogy egy Solana alapú LTF is megjelenjen. Az első és a legfontosabb tudnivaló, hogy az LTF témának, mármint a kriptó alapú LTF témájának, természetesen az év elején megjelent Bitcoin LTF adja az alapját. Ezen már túl vagyunk, van közel egy tucatnyi sikeres BTC LTF. Most viszont 2024 közepén felmerült, hogy Ethereum alapú LTF-ek is lehessenek. A SEC bizonyos engedélyeket már megadott, de amikor ezt a videót készítjük, még vannak olyan papírok, amik még nem mentek át. Tehát a lényeg a lényeg, valahol fél út tájékán tarthat az Ethereum ETF-ek engedélyezése. Ha ez megtörténik, az megint egy óriási lépést jelenthet a piacnak. Az Ethereum számára akár masszív árfolyam növekedést is jelenthet, meg úgy általában az Ethereum nagykorúvá válásának egy fontos lépése. De a mai témánk szempontjából azért van ennek különösen nagy jelentősége, mert a Bitcoin után precedenst teremthet az, hogyha az Ethereumnak és ezt követően akár több egyéb altcoinnak is lehet saját LTF-e. Egy szó mint száz, hogyha az Ethereum LTF tényleg keresztül megy, akkor lehet, hogy kiszabadul a szellem a palacban. De ez önmagában még biztosan nem jelenti azt, hogy tucatjával jelennek majd meg az újabb és újabb altcoinokra alapozó ETF-ek. Már csak azért sem, mert még az Ethereum sem teljes egészében biztos, viszont ha keresztül megy, akkor már tényleg felmerülhet, hogy akár a Solana is kapjon egy saját ETF-et. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó a mai videónk szponzorától. A Bybit egy remek ami több száz spot kereskedési párral vár de emellett kriptovásárlással, váltással és határidős szerződésekkel is várnak. Rendesül a copy trading is egy lehetőség. Kattints a linkre a leírásban, nézd meg mindenképp. nézzük meg, hogy mi szólhat a Solana mellett. Tehát mi szól a mellett, hogy ha valóban átmegy az Ethereum ETF, akkor a Solana lehessen a következő. Az első és legfontosabb nyilván a növekvő ökoszisztéma, illetve azok a technikai paraméterek, amik eleve meghatározzák a szolana sikerét. A lényeg az az, hogy a szolana népszerű, és méltán népszerű, hiszen tényleg egy olyan blokkláncról van szó, ami a sebességében, a konszenzus mechanizmusában és a ráépülő projektjeiben komoly innovációt hozott a piacra. A szolanát szeretik a piacon, és ezt nyilván az ETF alkotói is látják. A Solana egy realisztikus jelölt lehet az Ethereum után egy következő ETF-re. De, ahogy az lenni szokott, van egy kis bökkenő. Ugyanis a Solanát nem is olyan régen a Securities and Exchange Commission a securities, vagyis az értékpapír kategóriába sorolta. Vagyis kapott egy olyan besorolást, ami az ETF létrehozását akár nagyban meg is nehezítheti. Az egyes kriptopénzek meghatározása, vagyis az, hogy a SEC pontosan miként definiálja őket, nagyban rányomhatja a bélyegét a sorsukra. Ha pedig felmerül egy ETF lehetősége, akkor az, ahogy mondtam, csak tovább bonyolíthatja az engedélyezést. Ha egy kriptopénz az érték papírbesorolást kapta, akkor az engedélyezést jelentősen összetettebbé teheti. Ráadásul a Solana esetében a Community Futures Trading Commission engedélyére is szükség lehet, ami megint csak egy újabb jogi kihívás. Összefoglalásképp az Ethereum ETF jóváhagyása esetén abszolút lehet realitása egy Solana alapú ETF-nek. Már csak azért is, mert ez egy különösen népszerű projekt, és tényleg megvannak azok az adottságai, amik jó jelölté tehetik egy újabb ETF-re. Viszont az értékpapírként történő besorolása ezt nagyban meg fogja nehezíteni. Ha tetszett ez a videó, mindenképp iratkozz fel, válj csatorna taggá, nyomj egy like-ot, és mondd el egy komment formájában, hogy szerinted le lesz-e -S, S -S, Solana ETF.